Aki nem ismeri a munkátokat, mivel foglalkozik a Bosz csoport Magyarországon? Általában egy ilyen kérdést fölteszek, akkor mindenki mondja, hogy igen, igen, láttam a mosógépet, a hűtőt, talán egy sütőt is, meg talán a kézi amik így nagyon ismertek. Nyilván ezek üzleti területek nálunk, ugyanakkor a legnagyobb részét a vásárlócsoportnak autóipari, a termékek előállítás és fejlesztése adja ki, ez több mint 60 százalék. Azt hogy autóipari termékek, ez most nagyon ilyen szakmai jó hangzott. Hát az autóipari termék minden, ami azt mondom, hogy elektronikához kapcsolódik, nyilván nem csak elektronika, hanem vezérlő egység. Tehát ha is. én indexelek a kocsimba, akkor lehet, hogy ahhoz nektek közöttök van. A vezérlő szinten biztos, tehát egy kis, ezt úgy kell felfogni, mint egy kis kompjúter van a az autóba, ami, ami különböző funkciókat, komfortelektriket, vagy biztonsági rendszereket működtet. Ezekkel foglalkozunk, de hogy megfogjuk, és talán kicsit kézzelfoghatóbbá tegyem, például az ESP, nem tudom, hogy ez mennyire ismert, az a kipörgésgátló és kitörésgátló az autóba, hogy ne csúszszák ki egy kanyarba. Ez például egy alaptermékünk, ami ami életeket ment. Tehát nem csak a salátát tartjátok frissen a hűtőben, vagy a nem, ruháink tisztaságáért feleltek, de a biztonságunkért is. Így András, van. ez a 16 év, ez nekem nagyon érdekes, mert azt gondolom, hogy ez egy manapság egy elég atipikus karrier. Mesélsz arról, hogy te egyáltalán hogy kerültél a boshoz, és hogy jutottál el oda, hogy humán erőforrásért felelős alelnök legyél? Én ugye HR végzettségű ember vagyok, én az egyetemen is HR tanultam, és valószínű, hogy az emberekhez valamennyire értek is, és meg tudom érteni őket, úgyhogy hogy így egész életemben valahogy az emberekkel foglalkoztam. Szóval az egyetem harmadik évében kimentem Németországba, és akkor onnan hazajöttem, akkor azt mondtam, hogy most már jó, jó ez az egyetem, én meg szeretném nézni, hogy, hogy mi történik a, a való világban. Hát ugye már nem vagyok egy mai csirke, ezért abban az időben a HR az egy ilyen, hát ilyen misztikum, hogy az mit csinál, ugye, hogy Személyzet is. Személyzet is, munkaügy is, az, az mégis, mégis még abban az időben még jobb volt. Tehát, hogy azok az emberek, akik mindenképpen biztosítják, hogy minden hónapban a munkatársak megkapják a fizetésüket. Tehát, ez egy te tulajdonképpen akkor egy láthatatlan ember vagy, viszont tehát akkor, akkor kerülsz elő, hogyha nem érkezik meg a fizetés. Akkor tehát, ha... ez sokat változott azóta, de de abban az időben ez volt. És akkor én mondtam, hogy én meg szeretném nézni a csúcsa akkorról, hogy az én felfogásom az volt, hogy egy nagy nemzetközi vállalatnál, egy klasszikusan HR-ért felelős munkatárs legyek, és akkor, akkor mondtam, hogy én, én még nem fejeztem az egyetemet, és akkor keresek egy gyakorlati helyet, és akkor a, különböző szerencsés módon a, a Boshoz kerültem, és én azóta a Bosnál vagyok, úgyhogy a gyakornokból, hát nyilván volt jó pár lépcső, és egy, talán majd a beszélgetés belül is fog jönni, hogy nekem szerencsém volt az, hogy minden telephelyen Magyarországon majd, hogy nem tudtam dolgozni, és így tudtam a mostani pozíciómba kerülni. Mi a feladatod egyébként így HR vezetőként? Tehát, hogy bemész, megiszod az első kávét, elolvasod a híreket, utána hogyan folytatódik a napod? Hát nem bent iszom meg az első kávét, tehát már út közben. De alapvetően az én munkám az arról szól, ugye most jelen pillanatban 5 országért felelek, Magyarország, illetve a, a az Adria régió, ami hozzám tartozik, volt jugoszláv országok, illetve Bulgária, és hát alapvetően hár, hár stratégiával foglalkozunk, tehát nem, nem napi szintű operatív hár, nyilván a, minden munkában van opera, operatív feladat is, de alapvetően az a próbálunk foglalkozni, hogy hogyan fejlesszük, hogyan, hogyan detektáljuk a talenteket a szervezetem belül, és milyen programokat biztosítsunk nekik. Illetve nyilván még ami nagyon fontos, hogy Stratégiailag hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a megfelelő létszám jelen legyen a vállalatban. Ez a 16 év, amit eltöltöttél a Bosnál, ez mire tanított meg téged, vagy milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb? Van -e olyan tanács, amit a pályakezdő Andrásnak ajánlanál? <laughs> Nehéz azt szóval mondani, hogy most mit nekem mindent ez a 16 év tanított. Nyilván az egyetemen sokat tanultam elméleti dolgokat. Sok pszichológiát, munkajogot, andragógiai fejlesztési dolgokat. De alapvetően az, hogy hogyan működik egy nagyvállalat, és hogyan működik az élet egy vállalaton belül, azt nyilván ennél a cégnél tanultam meg. És, és valahogy én az én karrierem során, nekem sose volt az, hogyha jött egy lehetőség, akkor, akkor túl sokáig gondolkoztam volna rajta. Ha tanácsot adnék magamnak, akkor lehet, hogy egy kicsit többet gondolkoznék. Um, ennek ellenére azt gondolom, hogy pont ez tette azt lehetővé, hogy, hogy ott legyek ma, ahol vagyok, mint, mint ember, mint, mint a pozícióba és a felelősségbe. Tehát, hogy igazából a legnagyobb tanulság az, hogy, hogy legyünk nyitottak, um, és merjünk nagyobb feladatokat elvállalni, és ne azon agonizáljunk, hogy most ezt én meg tudom csinálni, vagy nem, hanem legyen mindenkiben az a bőnbizalom, hogy igen, ezt meg tudom csinálni. Tehát amit te mondasz, az, az tulajdonképpen, hogy legyen egy most jobb magyar szó hiányában mondjuk így, hogy egy olyan mindsetünk, amivel a feladatoknak az elvégzésére és nem a problémákra koncentrálunk. Igen, alapvetően nekem ez is a mottom, hogy nincs probléma, csak feladat. Tehát, hogy a feladatot meg lehet oldani, ha problémaként kezelünk valamit, akkor onnantól kezdve ahhoz az megy egy nagymértékű nagy emóció, és akkor sokan bestresszelnek a problémától. Én meg azt mondom, hogy van feladat, és ha csapatba gondolkozunk, akkor biztos, hogy van egy olyan kollega, vagy van olyan kollégám, akivel tudok együttműködni azon, hogy egy feladatot megoldjunk. Beszéljünk egy kicsit talán arról is, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy, hogy, valaki jó vezető legyen? Mitől jó egy jó vezető egy, egy szervezetben? Szerintem attól, hogy jelen van. Egy ekkora cégnél a, a mindennap, a vezető mindennapi az nem arról szól, csak hogy van x emberem, és csak velük foglalkozom. Nyilván szakmai, szakmai dolgokkal is kell foglalkozni, projektekkel, ami erőfelel de ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy ugye és egy klasszikus ilyen nagy multinacionalis vállalatnak a betegség a minden, minden, perc ki van tervezve, meetingekkel, és akkor, hogy találd meg azt Meetingek az időt, a amikor... meetingekről. Így van, tehát, hogy mikor tartunk egy meetinget, arról is tartunk egy meetinget, és hogy hogyan lesz a meeting arról is. de, de a lényeg az, hogy tényleg ott kell lenni, és a, nem is azt feltétlenül, hogy most a munkatársakkal napi szinten mindent meg kell beszélni, meg ötször megkérdezni, hogy ki hogy van, hanem, hogy a munkatárs tudja azt, hogy rá számíthat, és ott ott van akkor, amikor szüksége van rá. A vezető szerepe, ugye régen volt ez a command and control, tehát, hogy a vezető tudja a legjobban, megmondja szépen, hogy mit kell csinálni. Ez egy kicsit ilyen katonai modell, igen, ugye? Igen, hogy ott igen. a parancsnoki hídról osztogatja Én, lefelé hát, és A parancsnokiról vagy honnan, az egy másik kérdés, de hogy megmondta a régi klasszikus vezető, hogy mit kell csinálni, és akkor a kollégák megcsináltak, tehát a kivitelezés. A mai világban ez nem működik, mert hogy a mostani generáció az nem ilyen, meg akarja első körbe érteni, hogy mit miért csinálunk. A másik, hogy meg kell adni azt a teret, hogy kiteljesedjen valaki a munkájába, és hogy tényleg megtalálja azt, hogy, hogy oké, okay, ez az én bébim, én találtam ki, volt egy cél, a cél meg van határozva, a többi rá van bízva a kollégára, és ha baja van, akkor legyen, és inkább ez a coaching szemlélet, ez a támogató szemlélet, ami a vezető szerepe. Ezzel a katonai megközelítéssel szerinted az a probléma, hogy nem működik ez a, ez a parancsnoklás, parancsnoklás? Vagy egyszerűen az, hogy a mai fiatalok nem képesek végrehajtani rendesen az utasításokat, amiket kicsapsz az asztalra? Nem, nem. A, semmi esetre sem a második. Nem, a legnagyobb probléma ezzel, hogy ez nem, nem fenntartható, vagy nem hosszú távú. Uh -huh. uh, tehát nem, nem fejlődik egy kollega ebben ha mindig meg van mondva neki, hogy mit csináljunk. Tehát ugye két kis gyermek édesapja vagyok, és a, tehát a, nyilván, hogyha a gyerekemnek, hogy mit csinál, sose tanulna semmit, tehát hogy kell hagyni, hogy hibázzanak a, a kollégák, és abból lehet tanulni, és utána máshogy fognak hozzáállni a dolgokhoz. Amit még mondtál erről a jelenlétről kapcsolatban, nekem két ilyen dolog jutott eszembe, amit vezetők szoktak csinálni. Az egyik az, hogy egyrészt minden feladatot maguknál tartanak, nagyon szorosan, a másik meg, hogy ezt aztán csinálják is, és, és mikromenedzselnek. Te követél el ilyen hibákat, természetesen a múltban, vagy, vagy mit gondolsz erről egyáltalán, hogy ez egy könnyen levetkőzhető vezetői tulajdonság, hogy mindenhol nem szeretném? Nem nem, nem, nem könnyű. Attól függ, ugye van egy fejlődés nálunk a cégnél, azért megvannak a lépcsők, és hogy mindenkit fejlesztési tervekkel, fejlesztési programokkal támogatunk, hogy, hogy fejlődjön. De nyilván én is végigjártam a ranglétrát, és volt olyan vezetői, középvezetői pozícióm, ami operációhoz kötődött. És innentől kezdve a operációval foglalkozó, te mész fel, akkor ez egy tanulás, hogy ne akarjál mindent tudni, ne akarjál mindent megmondani, és ne akarjál mindent folyamatosan kontrollálni, hanem bízza a kollégákba. Egy a bizalom megvan, akkor, akkor alapvetően, hogy a probléma van, akkor mind a két oldalról meg kell legyen az a bizalom, hogyha ha a kollégám úgy érzi, hogy most hibáztam, vagy valami nem sikerült úgy, vagy, vagy, nem tudja, hogy hova, hogyan tovább, hogy tudjon jönni, és hogy merjen jönni. Hogy nehogy az legyen, hogy inkább elbújok a főnök az irodába, bezárkózom, Égen. és akkor majd egyszer, hát, ha nem tudja, és majd lesz, lesz a de, de nem, hát a, a, a nap végén egyébként a hibák azok előbb-utóbb kiderülnek. És nincs is baj a hibával, tehát ez egy a hiba és a hibázási kultúra része az, hogy szerintem egy vállalatnál belefér az, hogy vannak hibák. Nyilván ne legyenek gigantikusak, tehát hogy életekbe, ember életbe ne kerüljön egy hiba. Önök ez azért nyilván fontos, mert hogy, egy ne, az, hogy nem, er, a mosógépem át, például, igen. Hát nem a mosógép, de hogy a, ha, de egyébként nem, a, a mosógépnél a is nem. lehet, hogyha megcsap az áram, az, az, az nem annyira jó. De egy, egy autóipari fejlesztésnél, hogyha azt mondod, hogy egy erbeg nem nyílik ki a balesetben, az elég nagy baj. Az egy probléma. Tehát, hogy Ettől függő, tehát erre nagyon, de hála Istennek, nyilván a quality managementnek megvannak azok a lépcsői, hogy ilyenet történjen meg. De visszatérve arra, hogy, hogy igen, kell hagyni, hogy hibázzanak a kollégák, a, tényleg lehetőség szerint ne a legnagyobb ö, hibák történjenek és abból tanulnak. Azt mondnak András, hogy te ugye a mélyvízben tanultál meg itt úszni a Bosnál, de hogy szerinted mi a fontosabb a vezetés szempontjából, ö, ezt tapasztalatot szerezni róla, vagy tanulni valahol? vezetőképzőben. És hogy működik nálatok ez, hogy mondjam, házon belül? Tehát a ti lendő vezetőiteket, ti hogy, hogyan foglalkoztok? Klasszikusan nálunk azért mi házon belülről építkezünk, tehát nekünk, vagy az előbb említettem, nekünk nagyon sok programunk van azért, hogy a, a, a vezetőink azt a kompetenciát, azt az attitűdöt, azt a mindsetet képviseljék, ami, ami a vállalati kultúrák megfelel. Ha szétbontjuk a kérdést, akkor a két részre az egyik az, hogy ki a jó vezető, vagy kiből lesz vezető. Szerintem ez nagy misztikum alapvetően. <laughs> tehát ugye, amikor jöttem ide, előtte egy kicsit így keresgéltem, és hogy megkerestem a talentnek a definícióját, több ezer van. Ugye a talent, mint olyan, hogy definíció, az valahogy úgy fogalmaznak a szakirodalmak, hogy valami olyan dolog, amit természetéből fakadóan jól csinálsz ez egy jó alap dolog. De hogyha az ember nem ismeri a, mondjuk így a saját természetét, vagy nem tudja, hogy Igen. benne van -e ez a hát nem is tudom, adottság, tehetség, akkor viszont nem, nem is tudja feltétlenül kibontakoztatni, nem? Nyilván, be kell támogatni, és ez, ezért, vannak például a vezetők, hogy a vezetők segítség. Minden évben elkezdünk, minden évben beszélgetünk a kollégákkal, ennek megvan a folyamata, nyilván IT rendszerében rögzítjük, hogy akkor mibe állapodunk meg, stb. De a lényeg az, hogy, hogy tényleg segítjük a vezetői megfigyelések alapján, hogy valaki miben jó, és miben kell fejlődjön. És ebből azért kijön az, hogy lesz egy öntudat, hogy oké, okay, én ebben jó vagyok, van egy visszacsatolás, egy feedback a munkavállaló részére, és ebből, ebből azért kifejlődik az a saját tudat, hogy oké, okay, nekem mi legyen az utam. És akkor onnantól kezdve, ha ez találkozik a vezető és a munkavállaló részéről, akkor, akkor tudnak fejlődni közösen. Tehát, hogy elindul egy fejlesztés. És ahogy mondtam, nálunk, nálunk tényleg az van, hogy, hogy minden egyes vezetői színnek megvan a saját kis programja, és, és végig um, tréningekkel, coachinggal um, támogatjuk a kollégákat, hogy fejlődni tudjanak. És hogy egyébként ez is olyan dolog, hogy jól a hogy, hogy van egy természeti adottság, a másik meg az, hogy nyilván lehet tanulni is. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenki olyan vezető lesz, aki ki ez a természetes vezető, hanem inkább egy menedzser, aki intéz dolgokat. Lehet, hogy ez egy fit, -tel. van egy olyan pozíció, az kell, uh -huh. de alapvetően én abba hiszek, hogy egy, egy, egy jó vezető az nem irányít, hanem azt követik. Tehát, hogy nem azt kell mondja a vezető, hogy gyere, és hogy visszamehetünk a Command and control hanem tényleg ez a coachinggal, mondjuk úgy, hogy a te véleményedet befogadja a, a kollega. Ez a van, azt szokták mondani, ez azt hiszem valamilyen katonai Storyból hallottam, hogy vannak az előre, meg az utánam típusú vezetők akkor ezek szerint. Viszont feltűnt nekem, hogy az előbb nagyon sokat beszéltél arról, amikor a vezet, kifejezetten a vezetésről kérdeztek, hogy, hogy a kollégákkal mi a helyzet. Abban tudsz nekünk tanácsot adni? Például, hogy mitől jó egy jó csapat? Honnan tudjuk, hogy hogyan lehet egy jó csapatot fejleszteni egyáltalán, egyáltalán összeállítani? Nektek van-e valami receptetek erre, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy egy hatékony ütős csapat összeálljon? Hát én, én azt gondolom, hogy nálunk nyilván megvan az a, az a kultúra, hogy ténylegesen annak ellenére, hogy óriási nagyvállalatok vagyunk, tehát minden telepénk azért több ezres létszámmal rendelkezik. De ettől függetlenül, amikor én elkezdtem például a 60-ban, 60-an telepénkön dolgozni, akkor kialakulnak kisebb közösségek. És ezek a közösségek nagyon támogatják egymást, majd barátságok alakulnak ki, és nem csak a munkában, hanem munkán kívül is együtt töltünk időt nyilván, hogy ezt fenntartsuk, és talán ez a legnagyobb aktuális kérdés egyébként HR szakmákban, hogy, hogy oké, okay, itt volt ez a Covid, van egy csomó home office, és hogyan tudjuk ezt a közösségi élményt a fenntartani a vállalatoknál? Ez egy nagy kihívás jelen pillanatban. Mi a válaszotok erre? A mi válaszunk az, hogy, hogy mi azért most teljesen megpróbáljuk átreformálni azt, hogy mi legyen a munkakultúránk. Ugye régen a jelenléti munka, munkavégzés az volt egy ilyen teljesen bevett gyakorlat, sőt, tehát a vezetők azt mondták, hogy valaki nincs itt, és esetleg akkor elment long. home office-ra, az ilyen, hát ilyen félig meddig szabad nap is munka keveréke, és bevallom őszintén, hogy én is ezt vallottam, szóval, hogy így azt mondtam, hogy nem látom a kollégát, és nem tudok egy, egy, egy nagyon könnyen interakcióval lépni valakivel, akkor, akkor nem tudom, mit csinál, felmerül bennem az, hogy egyáltalán csinál-e valamit. Hát nyilván a COVID az megtanított minket erre, hogy ez nem így van. És hogy a, az egy nagyon nagy dolog szerintem, és egy nagy felismerés, hogy hogy a, a munkavállalók irányába az a bizalom megvan, hogy tényleg jól csinálják a dolgot. Tehát amikor mi 2020. Március, márciusában azt mondtuk, hogy oké, okay, menjen mindenki home office akkor azért volt mindenki be egy ilyen, hát most mi fog történni? Már azt hiszem, hogy az elég meg. sokunkban meg volt, igen. A igen, hát a, a, igen. Tehát egyik az egészségügyi része, a másik a munkavilága, de nekünk annyira pozitív megélésünk volt, és annyira pozitív volt az, hogy a munkákat milyen felőségteljesen csinálják a munkát ebben a nagyon fura szituációban, hogy, hogy... Neked is át kellett gondolni, hogy nem mindenki lógós. Közösen a, a, azt mondom, hogy a menedzsment egy projektet indítottunk erre, és mi, mi létrehoztunk egy hát, smart workingnek is hívhatjuk, hogy new way of work, ahol tényleg az határozza meg, hogy mikor jön be a kollega, ami éppen a feladata. Tehát, hogy a közösségbe, teambe kell dolgoznak, akkor bejönnek, hanem van egy csomó olyan feladat, ezt megtanultuk, sokkal jobban működik otthonról. És akkor nem kell azzal húzni őket, hogy jöjjenek be megcsinálni? Nyilván az azért egyértelmű, hogy, hogy a, már csak azzal, hogyha a munkahállóknak nem kell utazási idő, stb. azért egy életminőség javulása áll ben, mert hogy nem jön napi itt, alaphangon egy órát dugóban, és a többi, ezt szerintem ebbe támogatni kell a kollégákat. Hogy látod egyébként, hogy kialakult egy új egyensúly ebbe a home office, benti office rendszerben, vagy ez még nagyon kialakulóban lévő, még, még fortyog ez a leves, és meglátjuk, hogy, hogy hogyan áll majd be. Tanuljuk, tanuljuk, tehát, hogy a most jelen pillanatban én azt látom, hogy, hogy, hogy kicsit átesünk a ló másik oldalára, vagy túloldalára, mert hogy most mintha az enyéni érdekek kicsit felülírnak a, a vállalati vagy közösségi érdekeket. Úgyhogy ebben még azért tanulnunk kell. Mi, mi egyébként most pont azt, azt definiáltuk például itt Budapesten, hogy minden osztály vagy team, bárhogy is, bármilyen szintről is beszélünk, üljön le, csinálj egy workshopot, és határozzák meg azt, hogy akkor ők hogyan akarnak bejárni. És a következő lépés lesz az, hogy ne csak a tímek határozzák meg, hanem tehát egyéni, egyénileg a tímek, hanem a tímek közösen is. Mert ugye az lenne a célunk, hogy az iroda, vagy a, tehát a maga az épületeink, azok nyilván vannak laborjaink, stb. azok, azok mennek, de hogy egyébként az irodatérek már úgy vannak kialakítva, hogy inkább a, a tényleg ezt a közösségi együttműködést, csapatmunkát támogassák, és hogy, hogy ezt határozzák meg, hogy akkor ezt milyen rendbe akarják majd csinálni. Nagyon érdekel engem, hogy ti hogyan tartjátok meg a munkaerőt. Mert azt gondolom, hogy most ez a fajta, például a job hopping, egy óriási probléma az, hogy sokan elmennek dolgozni egy helyre, és akkor akár már három hónap után is azt mondják, hogy hát köszönöm, ez engem nem érdekel. Vagy valaki, nem tudom, évek alatt elégedetlen lesz, kap egy jobb ajánlatot. Erre mi a ti jobb ajánlatotok, amivel megtartjátok azt, aki szeretne elmenni? Három dolgot fogok mondani. Az egyik a munka, amit az a kontent, vagy az a tartalma, munkatartalma, amit nálunk lehet végezni. Tehát, hogyha mondjuk autóiparról beszélünk, mint gyártásba, mint fejlesztésbe, azért mi azt mondom, hogy legújabb technológiákon dolgozunk, tehát egy mérnök kollégának, de nem csak mérnöknek, egyébként egy gazdasági szakembernek is tudunk olyan feladatokat adni, amik, amik kihívásokat jelentenek, és hogy tényleg uh, uh, tehát világújító dolgokon lehet dolgozni. Például egy autonóm autózásnak a, a rendszereit fejleszteni, tehát, hogy, tehát az önvezető autózás. Konkrétan az autózás jövőjéről beszél? Alapvetően igen, igen. Tehát, hogy ténylegesen most van az autó, autóiparban egy olyan transformáció, hogy ebben benne van az elmobilitás, benne van az, hogy autonóm autózás, közösségi autózás, tehát, egy ezeknek a, a eszközöknek, ezeknek az infrastruktúrának a kialakításában e, tudunk feladatokat adni. Én azt gondolom, hogy ez már maga egy olyan dolog, ami, ami, ami nyilván a, a piacon, illetve a saját munkavállalónknak is olyan feladatokat tudunk öm, öm, biztosítani, ami kihívás lehet. A másik az, hogy az fontos elmondani, hogy a, a BOSZ ez egy nagyon emberközpontú vállalat, és egyébként biztos sokan mondják ezt magukról, öm, de, de azt gondolom, hogy ezt mi tényleg meg is éljük. Tehát, hogy itt a múltban is, de, de a jelen pillanatban is azt gondolom, hogy mi folyamatosan azon, azon próbálunk gondolkodni és, és, megoldásokat találni, hogy, hogy a lehető legkomfortosan tegyük a, mind a munkavégzést, onnantól kezdve, hogy egy gyárba az ergonómiára mennyire figyelünk oda, vagy a munkahelyek kialakítására, de, de alapvetően a munkarendekben is gondolkozunk ebben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és egyébként a vezetői attitűd is. Tehát hogy azt mondom, hogy arra törekszünk, hogy a vezetőink ezzel a coaching és támogató szemléletű vezetők legyenek, ezzel tényleg arra törekszünk, hogy jól érezzék magukat a kollégák. És úgy a vezető hogy... mondjuk esetleg egy kicsit előbb érezze meg, hogyha valaki már nem úgy funkcionál. Hát az, nem egy jó, annyira... az, a, az, a legidálisabb, az már a nagyon ultra jó, hogy a vezetőnek van egy olyan kapcsolata, kollégáival, hogy vagy érzi, hogy oké, okay, valaki belekerül ebbe a danger zone és akkor kérdezzük meg, hogy mi, mi a probléma. A harmadik dolog meg egyébként pont a rotáció. Tehát, hogy arra törekszünk, te mondtad, hogy 7 éve, én mondtam, hogy 16 éve én vagyok a, a, a Bosnál, de hogy a visszaszámolom, akkor én a 16 év alatt a, én két és fél, három évenként mindig egy új pozícióba kerültem, új feladatot kaptam, ami új nyilván... kollégákat is akár? Tessék, új kollégákat akár is. kollégákat is. Hát nyilván, már, ha másik telepen dolgozik az ember, akkor, akkor új kollégák lesznek. És ez, ez, ez egy, mindig egy olyan közeget biztosít, mint feladat szinten, mint, mint, az nagyon fontos, amit te mondtál, hogy kollégák szintén, és hogy új embereket ismersz, meg új látásmódokat. Tehát tényleg lehet fejlődni. Úgyhogy a, én szerintem, és ez nekünk egy ilyen alapvetően, ha nem is leírod, de, de íratlan szabály, hogy azért fókuszáljunk arra, hogy, Három évente azért legyen egy új pozíció, ami, ami nyilván egy fejlődési kollégának. És hogy tudjátok el, hogy melyik kollega fele felett kezd el esni az első Hát, ezen? üveggömbünk nincs, uh, vagyis hát van, de nem mondja meg. Uh, úgyhogy nyilván az a fontos, hogy a vezetők legyenek olyan kapcsolatban, hogy tudják ezt. A másik, meg, uh, meg uh, talán ez egy ilyen társadalmi kérdés, hogy mindenkit arra buzdítok, hogy, hogy uh, itt Magyarország az nem, nem, jellemző, hogy a, munkaálló, munkavállaló azt mondja, hogy most valamiért nagyon betelt a pohár, és akkor a főnökhez, és azt mondja, hogy, hogy, figyelj, ilyen nem egy ilyen uh, falhoz állítós beszélgetésre gondolok, hogy kedves főnök, uh, adsz egy másik pozíciót, vagy én elmegyek, hanem, hanem inkább abban, hogy elkezdjenek már a legelején egy ilyen folyamatnak, elkezdjenek beszélgetni a vezető, illetve a kollega, hogy, hogy oké, hova tudok én tovább fejlődni. Szerintem ez, ez egy nagyon jó dolog, és sajnos ez nem nem jellemző egy német kultúrában, ennek egyébként abszolút megvan a, a társadalmi elfogadottsága. Pont egy német kultúrában, amit lehet, hogy kicsit vonalasabbnak gondolnék, mint hogy arról, hogy kedves főnököm, kezdem. Igen, rosszul de a transzparencia magam. az egyébként nagyon fontos mm. dolog, tehát hogy a német kultúra a struktúra. Kétségtelen, de, de valahogy ott ez így egy, egy kulturális kérdés, egy beágyazódás, hogyha valakinek az van, hogy nem találom már meg magamat a feladatomban, akkor nem félek oda menni a vezetőmhez, és azt mondja, hogy figyelj főnök, valami más, 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 feladat jobb lenne. András, így utolsóként a beszélgetésünk végéhez közeledve, még abban nagy nekünk tanácsot kérlek, hogy van egy óriási vita azzal kapcsolatban, hogy most akkor mi a fontosabb, vagy mik a fontosabb a hard skill tehát hogy valakinek nagyon komoly Tudása legyen, vagy a soft skill-ek, hogy mondjuk jól tudjon egy együtt dolgozni másokkal, hatékonyan kommunikáljon, szervezzen, ilyenek. Te hogy látod ezt a két dolgot, ennek a kettőnek a viszonyát? Én úgy látom ezt, a, hogy mind a kettőből jó, ha van. Hát, uh, nyilván én azt gondolom. Akkor hadd ki egy kicsit a kérdést. Melyik fontos? Hogy egyrészt mindegy, hogy mit tanulunk, és utána viszont azonnal ugorjunk fejest valamilyen jó cégnél ebbe a világba, és tapasztaljunk, vagy pedig azért, azért nem mindegy, hogy, hogy mit tanul az ember, és nem mindegy, hogy, hogy, hogy hova fejlődik. tesz hogy látod? Hát azért sok, sok, olyan esetlet lehet látni, hogy azért mondjuk ilyen karrierváltás, stb. Tehát, hogy mind a kettő működik, az biztos, hogy szerintem fontos, hogy az ember mit tanul. Ez egy alapkompetenciát biztosít mindenkinek, ez egy jó alap, amire egy vállalat építeni tud. Tehát mi például ezért együttműködünk csomó egyetemmel, vagy olyan aktuális kompetenciát, tudást tudjanak az egyetemek átadni a diákoknak, amit majd utána az iparban talál, megtalálnak. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy ki mit tanul, azt hozza magával, de az sem rendszer hogyha valaki valamit tanult, és utána átképzi magát, teljesen jól működő történet. És például ezek a nagy cégek ebben nagyon sok támogatást adnak, mert hogy például a hr is, mi, ez is egy nagyon fontos karrier element, hogy, hogy, nem csak HR-en, az egész vállalatnál, hogy hogy legyen funkciók közötti váltást, tehát hogy mondjuk ne, én ne legyek örök életemben hr hanem, hanem menjek át mondjuk egy másik gazdasági területre, hogy ott is legyen egy rálátásom, hogy mi történik, úgyhogy ebből a szempontból szerintem ez nyitott. És utolsó gondolat, hogy viszont azt is tisztán kell látni, hogy például egy vezetői szinten kell érteni ahhoz a területhez, amit az ember vezet. Sok cég azt mondja, hogy vannak, vannak menedzserek vagy people menedzserek, és akkor ők nem is kell szakmailag irányítsanak. Én azt gondolom, hogy a magyar kultúrában ez nem így működik. Tehát, hogy magyar emberek azt a vezetőt ismerik el, akinek van valamilyen tudása az adott szakterülethez. András, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nektek meg, hogy ennyien is kitartottatok itt a nem túl ideális időjárás ellenére. Andrásnak pedig nagy tapsot, és köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.